Egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzésre számítok, az biztos. A Kisvárda is megmutatta, hogy több arca van. Itt az érdeleni mérkőzésre gondolok elsősorban, mert itt nagyon jó mérkőzést játszottak a hétvégén, és majdnem meglepetést okoztak. A játék minden elemébe fel kell javannunk a szombathelyi mérkőzéshez képest, mert az kevés lesz most. Egy nagyon-nagyon hajtós mérkőzésre számítok.